Kedves néző, az előző videó végén megígértem, hogy ha elindulok felmérésre, akkor megmutatom, hogy a térképet, amit felvarázsoltunk a Google fiókomba, itt a telepen is bemutatom, hogyan kell használni, hogyan tudjuk megjeleníteni esetünkben egy androidos telefonon. De azért előtte megmutatnám, hogy miket is viszek magammal a felmérésre. Jelen esetben itt a Nyíregyházi Sóstói erdőben van ez a négyzet, ahol madáratlasz program keretében bejárást tartok. Van nálam ugye nagyon fontos egy jól fogó toll, enélkül nem érdemes elindulni. Aztán nálam van ugye a friss ropogós madáratlasz program terepnapló. Ma jött ki a nyomdából az első 2000 példány. Aztán van azért nálam biztonság kedvéért az adatbázisból kinyomtatott map térkép. Ez mindig érdemes, hogy nálunk legyen, mert ki tudja, hogy éppen az akkumulátor vagy a telefon mikor mondja fel a szolgálatot. És ami még van nálam, és szintén nélkülözhetetlen, ez itt lóg a nyakamban, egy kézi távcső. Ugye a megfigyelésekhez mindenképpen szükség van rá. Nézzük meg, hogy hogyan is kell a térképet használnunk. Jelen esetben egy androidos telefonon. A jobb oldalon láthatóak azok a szoftverek, amelyek a Google térképével kapcsolatosak. Ugye az mindenki által ismert Google térkép, a Google Earth, és amit leginkább a terepen használni tudunk, az a Google Maps Engine, amin meg tudjuk jeleníteni az előző videóban jelzett rétegeket. Látjuk egy kék jellel, hogy éppen hol járunk. Hogy még látványosabb legyen, bekapcsoljuk a műhold nézetet. Így folyamatosan tudjuk, hogy éppen az erdő melyik részen járunk, illetve az adott négyzeten belül melyik részen járunk. Hogyha az előző videóban elmentett térképeinket felrakjuk erre a felületre. Megnyitjuk, kiválasztjuk a megadott térképet. Ugye EU51B az előző videóban ezzel dolgoztunk. Hamarosan be is töltődik. Ilyenkor ugye az adott négy négyzet és annak a pontjai, azaz 100 pontja jelenik meg. Ha egy kicsit ránagyítjunk, akkor látszik, hogy melyik pontok közelében járunk. És a terepnaplónkban ide, az első részben, ugye, pillanat, be tudjuk majd írni, hogy a 2,5-2,5 kilométeres négyzeten belül melyik szegmensekben jártunk 1-25-ig. Vissza a térképre. Tehát ez egy nagyon hasznos eszköz mindazoknak, akik rendelkeznek okostelefonnal, akár Android, akár iPhone készülékkel. Ugye, mint említettem az előző videóban, ha egy pontra rákattintunk, akkor itt a telefonon is kiírja, hogy jelenleg a 12-es pont szegmensében járunk, az EU51B3 négyzetben,
De ha átkattintunk is a másik pontra, akkor kiírja, hogy az a pont viszont az 7-es pont. És ha valamelyik pont mellé kattintunk a négyzetbe, akkor pedig csak és kizárólag azt a réteget írja ki, ugye, amit éppen érintünk, tehát az UTM kódot. Így tudjuk tehát használni a Google térképet a telepi munkánk során. Amennyiben úgy gondolod, hogy ez hasznos, akkor ajánlom neked is a használatát. Közben ugye tovább haladtunk, és a terepnaplóba már bőszen jegyzetelem azt, hogy erdei pintyet, fekete rigót, zöldikét és egyéb fajokat hallottam. Ugye ezek a gyakori fajok, amelyeknek nem kell felírni az egyedszámát, csak ha valaki nagyon szeretné. Egyelőre olyan fajjal nem találkoztam a bejárás során, aminek az egyedszámát is meg kellene adni. A viszontlátásra! Még egy kis apró kiegészítés, amit nem említettem. Ahhoz, hogy lássuk, hogy hol járunk, nagyon fontos, hogy be legyen kapcsolva a GPS. Most nincs bekapcsolva, ezért ezt ne felejtsétek el, hogy bekapcsolt állapotban kell lennie. Egyébként szinte minden okos telefonban ma már található GPS. Amit még érdemes megemlíteni, hogy ha egy ilyen alkalmazást használsz, aminek a Google térkép lesz az alapja, akkor mindenképpen szükséged lesz mobil internet kapcsolatra a terepen. Illetve, ha valaki nem internet alapú eszközzel szeretne dolgozni, akkor számtalan olyan alkalmazás áll rendelkezésre, ami internet kapcsolat nélkül is tud térképeket kezelni. Persze van, amelyik ezek közül elég drága, de hazánkban is sokan használják az ArcGIS-nek, illetve az SI-nek az ArcPad alkalmazását. Van, aki szereti, van, aki nem. Ezzel tényleg zárom mondani valómat a viszontlátásra.